Köszöntöm Önöket, ez itt a Polgármesteri Percek, vendégünk pedig Kőszegi Zoltán, város polgármestere. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia Erika. Hát, hát mondhatnám azt, hogy szép napot kívánok mindenkinek, bár úgy tűnik, hogy ez a nap sem lesz túl szép, legalábbis az, az éjszakai és a reggeli esők is azt mutatják, hogy nem, nem sok napot fogunk ma látni. Hát mondjuk, hogyha az eső az és lenne, akkor szerintem egy kicsit jobb kedvünk a lenne. Jobb kedvünk lenne és szebb is lenne, és ö, talán a karácsonyi hangulatot is jobban tovább tudnánk vinni. Én nekem egy kicsit olyan érzésem volt, mintha van, mint a természet is megsiratná ezt az évet, amit mögött, magunk mögött hagyunk. Egyébként most kivételesen hadd indítsak csak egy személyes kérdésem, mert azért ez a karácsony az nagyon más volt, mint az eddigiek, vagy mint amit megszoktunk. Te mennyire érezted a saját életedben, a saját családodban, hogy más milyen volt most a karácsony, és mennyire tudott karácsonyi hangulatod lenni? Hát karácsonyi hangulatom tudott lenni. Az elsősorban annak köszönhető, hogy azért megpróbáltunk a sok nehézség és Nem mondhatom azt, hogy gyász ellenére is teljesen arra koncentrálni, hogy mit is várunk és mire készülünk, hiszen pont a remény befogadása és a reménye volt az, ami, ami megérkezett az új elszületés. Tehát mi ezt meg tudtuk élni, meg hát együtt voltunk kilenc hónapon keresztül, Blanka nem volt, itthon nagyon távol volt, egy távoli országban teljesített szolgálatot, és hát megérkezett ő is advent első vasárnapja előtti pénteken, és így együtt voltunk az adventben, tehát családi körben, szűk körben tudtunk készülni, úgyhogy mi meg tudtuk élni teljesen a karácsont, sőt, talán még nyitottabb lélekkel, mert elég, elég sok sérülést Szenvedtünk el már, mint lelkileg, az elmúlt hónapokban, mondhatnám azt, hogy az egész évben, hogy az egyik a, a kicsit a szétszakítottság, hogy blanka távol volt, aztán a, a COVID-dal való küzdelem egész évben, társadalmi szinten, világszinten, és hát aztán, aztán kiderült, hogy családi szinten is. Tehát ez a küzdelem azért rávilágította arra, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk, és az erészségünk mellett mennyire gyengék vagyunk. Hát, talán pont ez a sérülékenységünk, gyengeségünk tette még nyitottabbá a szívünket, úgyhogy mi bensőségesen és valódi készülettel tudtunk eljutni a karácsonyhoz, és ezt meg tudtuk élni. Egyébként ezt már többször itt a rádióban elmondhattam, hogy, hogy nálunk a családban a gyerekek is, és mi is szinte egyik karácsonytól a másik karácsonyig mindig várjuk a következő karácsonyt, mert ez annyira szép, gyönyörű időszak. Most sok minden bárnyék de ettől függetlenül azért, azért az idő nagy részében át tudtuk élni, meg tudtuk élni, együtt voltunk. Hogy egy picit még maradjunk a pozitívumoknál és a pozitív híreknél, azért, hogyha visszatekintünk erre az évre, és mondjuk a demográfiai adatokat nézzük, azért vannak jó hírek is a településen. Igen, azok a jó hírek, amiket ilyenkor évzáró, kapcsán el szoktam mondani, ez hál' Istennek most is így van, tehát a demográfiai adatok tekintetében jól állunk. Nagyon kevés európai kisváros mondhatja el azt magáról, hogy egyik évről a másikra úgymond nagyobb lélekszámmal zárja az évet. Annak ellenére, hogy ebben az évben rekordszámú temetés, búcsúztatás volt a városunkban, Hát bocsánat, hogy ezt mondom, hogy rekordszámú. Tehát az elmúlt években ennyi temetés és búcsúztatás nem volt, mint most 2020-ban. Ez részben a COVID-nak is köszönhető, és valószínűleg most nagyon sok más összetevője is van. De e, már október végén 200-nál több e, születésünk volt <coughs> a városban, és hát ennek eredményeként most itt e, december 30-án azt mondhatom, ezek körülbelül ezek november végi adatok, hogy a az, az egyenleg mindenképpen pozitív lesz, tehát többen születtek ebben az esztendőben is, mint amennyien elmentek közülünk. És hát a e, tavalyi e, évvégi adatokhoz képest 35 fővel élünk többen a városban, 35 e, több szívdobog a városban, mint egy esztendővel ezelőtt. Ez mindenképpen örvendetes bizalomra e, és reményre okot adó állapot vagy helyzet ugyanakkor azért a koronavírus amellett, hogy, hogy meg is tizedelte a lakosságot, emellett mit lehet most tudni a számokról? Tehát, hogy, hogy hány megbetegedés volt, és adott esetben nem tudom, hogy van-e erről hivatalos adat, hogy hányan mentek el? Hát hivatalos adat nincs, hogy pontosan hányan mentek el COVID, a COVID-fertőzés következményeként, de hozzávetőlegesen azért ezt el tudom mondani, számokat pontosan is tudok mondani, hogy hányan, tehát hány igazolt vagy, vagy vizsgálat eredményeként kimutatott fertőzött volt a városban eddig, ez december 28-ai adat lesz, és, és hogy mennyien voltak karanténban. Az elhunytak száma az én ismereteim szerint 10 alatt van, ez, ez, nem jelenti azt, hogy minden, minden egyes halálesetről tudomásunk van, vagy lenne nekünk városvezetőnknek, vagy nekem személyesen, hogy, hogy éppen a haláloka ez lett volna. Azért egy kisvárosban élünk, ismerjük egymást, beszélgetünk arról, hogyha valaki, valaki különösen, hogyha egy-két héten keresztül, vagy akár három héten keresztül küzd az életéért, mondjuk az intenzív osztályról, azért ez itt a mai világban már nagyobb közösségben sem maradt titokban. Itt a kisvárosban meg pedig pláne azért ismerjük egymást nagy részt, és ezek azért így kiderülnek. Tehát mondhatom azt, hogy, hogy, hogy tíz alatt van a COVID-fertőzés következtében áll hunytak száma. Ez azért szomorú, mert, mert gyakorlatilag mindenkit itt lehetne még közöttünk, még hogyha volt is bármilyen alapbetegsége, ugye a, a, a COVID-dal és az alapbetegséggel együtt már nem tudtak megküzdeni, és nem voltak képesek átvészelni ezt a nagyon nehéz időszakot. A, remélem nem fog bepárásodni a szemem, a számok miatt, ö, ö, hogy segítségül hívjam a, a, az előttem lévő statisztikai adatokat. Tehát a, a pontos lélekszámot tekintve 17186-an vagyunk, és ö, ö, 2000 20-ban, ahogy mondtam, 35 fővel élünk többen, mint 2019-ben. Bocsánat, 2019-es adat volt a 17.186 fő, és 2020-ban pedig 17.221 fő él a városban. És figyelembe véve azt, hogy mennyi család települ és hogyha tartani tudjuk ezt a 200-220 közötti születés számot évente, akkor elmondhatom azt, hogy itt a következő maximum egy évtizedben, de inkább 5-6 éven belül a 18 ezer főt elérheti a várost. Kérdés az, hogy mondjuk 2030-ra lehetünk ezzel ennél jelentősen népesebb település, hogyha azok a fejlesztések, amikről remélem majd tudunk néhány szót szólni, megvalósulnak, és még urbánusabbá válik a településünk, akkor akár arra is van esély, hogy a 20 ezer főt megközelíthetjük. Tehát jelen pillanatban 17.221-en élünk Dabason, ez december 28-ai adat, és a 10 évvel ezelőttihez képest is van egy összehasonlítás, 10 évvel ezelőttihez képest 702 fővel élünk többen. Tehát 2010 karácsonyán, vagy karácsonyai szilveszterek közötti lélekszámhoz képest 700-zal többen élünk ebben a kisvárosban Dabason. Az arányokról mondok néhányat, a 10 év alattiak száma az 2071 fő és 12,77%-ot tesz ki A legnagyobb arányban a 40 és 50 közöttiek vannak a városban, 17,6%-ot tesz ki az ő ennek a korosztálynak az aránya, és még viszonylag magas a 60-70 közöttieké is, ez 11,7 vagy nem 12%, Viszont ezután már jön egy nagy, nagy zuhanás. Ez valahol érthető is a 70 és 80 közöttieknél, bár én azt mondom, hogy, hogy azért még a 70 és 80 közöttieknél az lenne az igazán jó mutatószám, hogyha 10 fölött lenne, és nagyon magas lenne, vagy folyamatosan emelkedne, bár folyamatosan emelkedik a 10 alattiak, vagy a 10 és 20 közöttieknek az aránya. Én azt gondolom, hogy a, az egészségügyünk színvonalával, fejlődésével és az életminőség javulásával, azzal, hogy egyre e, egészségtudatosabb életet fogunk élni, erre azért jó esélyünk van, és hogyha ez a megtartó ereje megmarad a településnek és a családjaink erősödnek, akkor szerintem mind a két korosztályban emelkedés következik be a következő tíz évben. Egyébként ez az egyik nagy célunk a városban, hogy többek között ezt elérjük. <haha> a... Megkérdeztél le ugye a igen, a, a megbetegedésekre. A megbetegedésekre. Tehát, hogy erről van még egy adat, aminek most utána nézünk, Ezt hogy megpróbálom, december 28-ig. Egyébként 2000 köz, körüli a, a azok száma, akik karanténban kerültek, pontosan mondom, december 28 ig 1858 került járványügyi megfigyelés, azaz karantén alá, és 322-en voltak fertőzöttek a városban eddig, ez az ismert fertőzések száma. Hogyha azt nézem, az én ismereteim szerint ö, hatan mentek el közvetlenül Covid következményeként, de, de mivel ez nem, valószínűleg nem pontos, mondjuk, hogy 10, a 322 igazolt fertőzött közül ö, 10, 10, ember életét nem, tudta, nem tudták megmenteni, nem tudták átvészelni ezt a, ezt a nagyon, ö, nagyon, nagyon durva kort. Ami amit mindenképpen említést érdemel, hogy két szakorosi rendelőintézeti asszisztensünk férjétől kellett el búcsúzni. Ez nem jelenti azt, hogy maga a szakorosi rendelőintézet lehetett egy, egy gócpont, mert semmi nem igazolja azt, hogy mondjuk a fertőzést ők kapták meg. Viszont sokat beszéltünk arról, hogy az egészségügyben dolgozok, mennyire kitettet, mennyire veszélyeztetettek, és nagyon sokat imádkoztunk, értük, nagyon sokat aggódtunk mindenkiért, akik akik a frontvonalban voltak, pedagógusok, gondozók, orvosok, ápolónők, egészségügyi szakaszasszisztencia. Tehát én ezúton is nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, és hát sajnos továbbra is azért ők, akik a frontvonalban vannak, ők vannak a leginkább kitéve, és ők a legveszélyeztetettebbek. Igyekszünk rájuk a lehető legjobban vigyázni, de gondoljunk ő rájuk is, és természetesen mindenki vigyázzon magára. A Mostani adatunk egyébként egészen jó számokat mutat. A december 29-ei adat szerint 6 fertőzött van és 12 karanténos, és ismereteink szerint most nincs dabasi illetésségű személy intenzív osztályon. Egyébként van gyógyult betegünk is, tehát van olyan, aki az intenzív osztályról jött vissza. Mondhatom azt, hogy a, hogy a, a két világ közötti kapu, kapuban ő visszafordult, tehát hál' Istennek vannak jó ö, híreink is, és ö, és gyógyulásaink is, de hát azért ez nagyon nehéz, tehát el kell kerülni ezt az állapotot, de ez nem csak rajtunk múlik. Egyébként, bocsáss meg, hogyha már a számokról beszélünk, és, és, és ez, ezt említjük, akkor biztosan sokakat érdekel, és, és én is azt érzem, hogy ez ilyen napi téma, de lehet, hogy te sem tudsz erről még sok mindent, ugye az oltás kérdése. Tehát, hogy lehet-e azt tudni, hogy mondjuk a településen az egészségügyi dolgozók, vagy az SZTK-ban dolgozók, vagy az idősek, mikor juthatnak oltóanyaghoz, vagy egyelőre ez még annyira képlékeny, és olyan, olyan szintű döntések előtt állunk, amit még te sem látsz. Nekem polgármesternek, és valószínűleg a polgármesterek többségének, vagy mindegyikének ilyen típusú, ilyen jellegű információi nincsenek. Ugye ez központi szervezés alatt működik, ez, ez nagyon komoly logisztikai szervezést, bonyolítást igényel és a menetrend szerint, amit ugye a hírekből is hallanak az emberek, a, az egészségügyi dolgozók kapják meg, most itt a, a Dépesti Centrum Kórházban kezdték el az oltásokat, minden bizonyal a, a kórházakban, főleg a, ahol Covid-osztályok vannak, már pedig majdnem minden kórházban van Covid-osztály, ezeken a részlegeken, ezekben a kórházakban ö, zajlik majd az egészségügyi dolgozók oltása, és aztán fokozatosan terjed ez majd ki az egész ö, országra, ez attól függ, hogy egyszerre milyen mennyiségű vakcina fog megérkezni. Most úgy tudom, hogy további nagy tételek megrendelése történt meg. Én azt gondolom, hogy, hogy a veszélyeztetett korosztály, és mondjuk nem a, a frontvonalban dolgozókkal tekintve, hogyha arról az oldalról nézem, akkor én azt gondolom, hogy valamikor tavasz közepe, tavasz eleje lehet az, amikor, amikor általánosan hozzá lehet férni a, az oltáshoz. Ugye ezzel az első nagy oltási kampányjal azt lehet majd elérni, hogy a, hogy a görbét ki lehet egy kicsit egyen, egyenesíteni, tehát nem lesz olyan magasabb fertőződések száma, és, és ez a, a magát a veszélyt is csökkenteni fogja, és aztán pedig a védettség kialakítása szerintem valamikor tavasz végére, nyár elejére válik majd reális esélyé itt a városban is, és az egész országban. Picit szorít minket az idő is, hogy mindenképpen mindenről tudjunk beszélni, amiről szerettünk volna. Ugye azért az idei év az önkormányzatok számára nagyon megterhelő volt, és a következő év sem lesz egyszerű. Több ugye, szintén a COVID miatt. Tehát, hogy, hogy egy olyan helyzet alakult ki, ahol ahol a védekezés, a biztonság a legfontosabb, és, és, így bizonyos forrásokat is elvontak az önkormányzatoktól. Ez Dabas menny, Dabast mennyiben érintette, illetve voltak-e olyan beruházások, amik emiatt nem valósultak meg ebben az évben? Hát, hogyha megengeded, akkor az első néhány mondatban inkább szorosan a magam szemüvegén keresztül nézve az én oldalamról megközelítve mondanék néhány gondolatot. Az azt érzem, hogy a 22 év polgármestersége alatt ez volt a legnehezebb év. Nem feltétlenül anyagilag, anyagilag is, tehát a gazdasági helyzetből, a COVID-helyzetből fakadó ö, nehézségek miatt is, <kül> de az a sok veszteség, a, az a sok-sok küzdelem és fájdalom, ami, ami, ami ért minket, és ami mellett nekünk minden nap tovább kellett lépni, nekem személyesen is tovább kellett lépni. Ugye ezt egyre többször hallom az emberektől, hogy, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, nekem úgy kell kiállni, hiszen az emberek mitől, mitől legyenek ők is erősek és küzdjenek a következő napon is, hogyha mondjuk a, azok a vezetők, akik minden nap döntéseket hoznak, ott nem érzik ezt az erőt. Ez az erő, ez bennem van, de más a fizikum, más a, a, a szellemi tevékenység, az agy és más a lélek. Tehát az az ember, akire lelkileg nem hatnak azok az események, azok a, azok a tragédiák, azok a szomorúságok, amik egész évben itt körbelengtek minket, akkor szerintem az az ember nem alkalmas arra, hogy közösséget vezessen, vagy közösség érdekében döntéseket hozzon. Éppen ezért engem ezek is befolyásoltak, nekem minden, minden nap új erőt kellett merítenem, és újra, ö, újra döntéseket kellett hozni, ráadásul szembesülni kellett a, a gazdasági nehézségekkel is. Engedd meg, hogy először akkor hagyj beszéljek arról, hogy miért is ö, volt rajta mekkora nyomás. Az egyik az, hogy, hogy már évelején elveszítettünk, még akkor a covid nem is hallottunk, tehát nem tudtunk róla, de egykori képviselőtársunkat, Újvári Miklósnét Margitkát veszítettük el februárban, és ö, aztán Sorba elvesz, el, elment Král Béla egykori önkormányzati képviselő. Az önkormányzati valamikori képviselők, akik a rendszerváltás óta szolgáltak a várost, ebben az évben négyen mentek el. Tehát Miklósnél, Miklósné, Margit, Béla, e, most le, e, itt ősszel már, és ráadásul a COVID következtében e, Nagy Ferenc, e, aki alpolgármesterként is négy éven keresztül szolgálta a várost. És Mészáros Ani bácsiról sem feledkezünk, meg Mészáros Ani bácsi nyáron ment el. Tehát négy olyan ö, egykori képviselő, akikkel én, akikkel én együtt dolgoztam az önkormányzatban, és ö, ugye felidéztem ilyenkor azokat a, a küzdelmeket, azokat a, az előttünk álló feladatokat, amiket közösen oldottunk, meg közösen hoztunk döntéseket, és ez mély fájdalommal ér, érintett engem, hogy hogy elmentük közülünk, és hát így ez sok volt. Aztán a családon belül is volt ö, veszteség, és hát a, a város ö, sokakat ö, elveszített, még akik nagyon. Vagy sokat tettek a városért, vagy valamilyen közszolgálatban voltak. Luzsákovó néni például, de sorolhatnék még sokat, nem szeretnék senkit kihagyni. A 226 eddig elhunyt személy között mindenki veszteség, minden család van veszteség, is. Én, én, ezt most különösen megértem ebben az évben, tehát nagyon nehéz volt az év. És az, a védekezés az önmagában már az első időszakban, az első hullámban, ez egy 25 millió forintos költséget jelentett az önkormányzatnak. A gépjárműadó elvonása az egy következő 100 millió forint volt, egy kormány döntésen alapuló ö, idei költségvetésben, nemzeti költségvetésben biztosított 120 millió forintunk, amiből például Sáriban rabatolozót építhettünk volna, és a, az Erkelúti óvoda felújításának költségeit segítette volna a kormányzat. Ezek is elvonásra kerültek. Úgyhogy összességében nyáron már úgy álltunk, hogy 250 millió forinttal kevesebben gazdálkodtunk, mint ahogy ezt egy évvel ezelőtt terveztük így elmaradtak beruházások, elmaradt a sári ravatalozó építése, elmaradt a közlekedésfejlesztési beruházások, több utcát tudtunk volna megjavítani, illetve több járdát tudtunk volna, vagy tudtunk volna járdát építeni, egyébként egy, egy méter járdát nem tudtunk az idén építeni, de voltak terveink erre vonatkozóan. És, és nagyon sok ilyen úgymond kisebb néhány millió forintos felújítás, beruházás maradt el, át kellett teljesen csoportosítani. A következő év is hasonlóan nehéz lesz, vagy lehet, hogy még nehezebb lesz. Ennek ellenére az idén nagy beruházások kezdődhettek el, illetve évvégére be is fejeződött két mini bölcsődének a, a megépítése Sáriban és Gyónon. Gyónon a Luther utcában, Sáriban pedig a Rákóczi utcában, és elkezdődött a nagy bölcsének az építése, amit nagy részt Európai Uniós és jelentős állami támogatással valósítunk meg de végre túljutottunk a József Attila utca azon a szakaszának a felújításán, amit három évvel ezelőtt kezdtünk el. Egyébként ennek az utcának a felújításában Kövesdi Tamás és vállalkozása is részt vett, és őt azért említem, mert Tamással behoztunk egy olyan technológiát a városban, amiben láttuk azt, hogy nagyobb ütemben tudjuk az utakat megjavítani, és költséghatékonyabbak ezek az útminőségjavítások. És Tamás Salit az elmúlt évtizedben jó barátságot is kötöttem, tehát a jó barátságot ápolt egymás között a két család, és őt is elveszítettük. Most karácsony előtt kellett tőle elbúcsúzni. Ez is nagyon nagy teherrel van a lelkemen. Tehát olyan emberek, akik a családhoz tartoznak, barátok, ismerősök a közösséget szolgálták. Nagyon-nagyon sokan elmentek, és ez óriási veszteségek. És emellett pedig itt van az a, az a folyamatos bizonytalanság, amit a Covid okoz, és az a gazdasági hát egyelőre még nehézség, és reméljük, hogy nem el lehetetlenül ami, ami, ami ugye az egész világban itt minden közösség és minden társadalom fölött lebeg. Reméljük, hogy ezeket le tudjuk küzdeni a következő évre. Nagyon komoly terveink vannak, a sok-sok nehézség ellenére is vannak. Már elnyert pályázataink az a kérdés, hogy hogyan tudjuk mellé tenni majd az önerőt, hiszen ezeket önerővel ki kell majd egészíteni. Például a Bartók útnak a, az ötös úttól a körforgalom, még a Vörös Marti úti körforgalom, amit terjedő szakaszát tudjuk majd felújítani. Erre nyertünk 45 millió forintot, de legalább ennyit mellé kell majd rend tennünk, hogy ezt valóban meg tudjuk valósítani. Aztán Sáriban a ravatalozó, el tudjuk-e kezdeni, azt nem tudom, hogy lesz-e erre forrásunk vagy lehetőségünk. A terveink megvannak, készen állunk a közbeszerzés elindítására. Be fogjuk fejezni a nagy bölcsőde építését. Most e év elején az első hetekben elkezdődik a két előbb említett mini bölcsődének a működése. Ez mindenképpen a Dabasi fiatal gyerekes családokat fogja szolgálni. Nyáron, augusztus végéig kell befejeznünk a nagy bölcsőde építését, szeptembertől indulhat a működés. A gyónégéző általános iskolában öt tanteremmel bővül az iskola. Ez állami beruházásban valósul meg az önkor, az csak részben járult hozzá az ottani fejlesztésekhez, elsősorban az udvar és a bejárati résznek a felújítása, a bővítése az, ami önkormányzati teher, a többi állami és a Európai Uniós. Ez a fejlesztés is megvalósul szeptemberben a gyerekek már kibővített új tantermekben, illetve kibővített iskolában új tantermekben kezdhetik meg a tanulást. Remélhetőleg tanulhatnak, és nem kell online oktatást szervezni. Ezek a nagyobb beruházásaink. Természetesen folytatjuk a a vasútútnak a, a, további rekonstrukcióját, és a József Attila utcában szeretnénk az állam utcáig eljutni. Ezek a közlekedésfejlesztés és a, és a mondjuk intézményi infrastruktúra fejlesztési terveink. Nagyon sok tervet készítettünk, az idén erre koncentráltunk, amiket szeretnénk megvalósítani, útépítések, útfelújítások, szeretnénk a Veselény útat kiépíteni az ötös útig, erről már régóta beszéltünk, ez csak egy, egy kiemelés és sok kisebb felsődabasi fejlesztés, kis közepes fejlesztés van a fejünkben a terveink között. Nem tudom, hogy ezek közül mennyi minden fog megvalósulni. Amiket most itt megemlítettem, ezek minden bizonyal meg tudnak valósítani, ezért nem is mennék bele részletekbe, és időnk sem nagyon van, időnk sincs arra, hogy ezt erről beszéljünk. Viszont ilyenkor szoktam az évzáró önkormányzati rendezvényünkön, képviselő testületi beszélni a a következő évi tervekről. Beszélhetünk volna még a kitüntetésekről, néhányat hagy mondjak, ugye Valentik Ferenc lett az idén, a, kapta meg a, <coughs> a díszpolgári kitüntetés, és ezt március 15-e helyett augusztus 20-án tudtuk neki átadni. <coughs> és hát a sok-sok kitüntetetnek gratulálok. Az évvégi kitüntetések és az, ahhoz kapcsolódó rendezvények is elmaradtak, sportgála, sportkitüntetések, évvállalkozója, a díj, ezeket mind átviszük majd jövő évre, úgyhogy én most uh, erről majd inkább januárban beszélnék majd a, a, az év második felében született döntésekről, a kitüntetésekről. Uh, és hát ez az év volt a köszönet és háladás éve, ezt az évet uh, hagyjuk magunk mögött. Hát volt miért köszönetet mondani. És, uh, hát, és az a kérdés, hogy a következő év minek az éve lesz? Igen, hálálkodnunk is volt miért, és akkor most érkeztünk el odáig, hogy ugye mi lesz a következő év? Volt már ilyen évünk, de én úgy érzem, hogy, hogy erre most nagyon nagy szükség van a családokon. Nagyon nagy teher van, nagyon nagy felelősség, és a családok az a mikroközösség, ami, ami az alapját képezi minden, minden társadalomnak. És ezért azt a döntést hoztam, ugye most egy olyan időszakot éltünk, amikor nem képviselőtesteti döntések vannak, hanem a képviselőtestet hatáskörét a polgármester gyakorolja, hogy a 2021-es év a családok éve legyen. És én mellé tennék még valamit a, 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 a csoda, vagy a kis csodák és a rácsodálkozások éve is legyen. Önmagában a család az egy csoda, Tehát amikor két ember egymásra talál ebben a 7 milliárdos világban, ez önmagában egy csoda szerintem is ebből alakul egy újabb család, és az újabb családban gyerekek születnek, ez viszi előre a világot, tehát ez önmagában csoda, és annyi, annyi csoda van a világban, amit már most már észre sem veszünk. <kül> Ezekre jó lenne rávilágítani, egy kis fényt adni mindenkinek, hogy, hogy vegyük észre az értékeinket, vegyük észre egymásban a csodát, minden egyes ember egy csoda és megismételhetetlen csoda. Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően a családok évét hirdessük meg, legyen ez a családok éve a 2021-es, ebből fakad aztán nagyon sok minden, nagyon sok gondolat és cselekvő ötlet, vagy cselekvésre ösztönző ötlet és hát mellette pedig egy ilyen, ha nem is zárójelben, nem tudom, hogy mondjam, legyen a, a csodák és rácsodálkozás éve is a, a 2021. Nem azért, mert, mert már csak a csoda mentheti meg az emberiséget, de hát ennek a határára értünk. És hát a, ehhez a csodához, hogy, hogy meg tudjuk menteni egymást, meg tudjuk menteni a társadalmainkat, a, a, az értékeinket, emberi kapcsolatainkat ahhoz, a, a, abban a, a családoknak óriási szerepe van, és 2021-ben szerintem nagyon koncentrálni kell arra, hogy a családi egységet megtartsuk, és a családban rejlő értékeket közvetíteni tudjuk, és ezeket teljesen ki tudjuk teljesíteni. Hát nagyon szépen köszönjük, ennyi fért tulajdonképpen ebbe a mai beszélgetésbe. Egy kicsit a reményével is lesz valószínűleg 2021 mindenki számára. Remény nélkül nem tudunk tovább lépni, így van, és én még egyszer szeretném a köszönetemet és a hálámat kifejezni mindenkinek rajtatok keresztül, természetesen nektek is, akik itt a rádióban dolgoztatok, a sok-sok türelemért, a, a szolgálatkészségért, és mindenkinek, aki, aki másért csak egy mozdulatot, vagy egy kedves mosolyt is tett azért, hogy a másik embernek könnyebb legyen, és, és, tovább tudjon lendülni. Mindenkinek nagyon köszönöm ezt az esztendőt, a hálás vagyok azért, hogy, hogy így össze tudtunk fogni, és a nagy nehézségek ellenére is gyarapodni tudott ez a város. És hát a következő évben pedig azt kívánom, hogy nagyon-nagyon erősek legyenek a családok, és az összefogás, a kitartás az adjon reményt minden nap. Mi pedig köszönjük, hogy itt voltál, és boldog eredményes új esztendőt kívánunk!